A szőlő és a bor szeretete áthatja kultúránkat, irodalmunkat, mezőgazdaságunkat. A szüret szó eredetileg a szőlő borrá alakításának részfolyamatára, a szűrésre utal. A szüret régen is és napjainkban is akkor a reggeli órákban kezdődött, estére érve pedig szüreti felvonulás és bál várt a munkában elfáradtakra. A szüreti hagyományokat szerencsére minden tájegységünk őrzi és ápolja, s ebből nem maradt ki Sümeg és a vidéke sem. A régi szüretek idején a szőlőbirtokokon hasonlóképpen történhetett minden, mint most a városi vigadalmon. Míg a szorgos kezek az érett, zamatos szőlőt szedték, a főzéshez értők a kondérok körül szorgoskodtak, hogy mire dél lesz, elkészüljön a lakoma, s a jellegzetes étkekkel várják az éhes napszámosokat, barátokat, komákat. Az idei őszön három csapat indult a főzőversenyen, és bizony jól kitettek magukért. Valóban hagyományos ételek készültek, pörkölt félék, azonban ahány bogrács, annyi változatos alapanyag, ízek kavalkádja és különleges illatfelhők tették meg a maguk varázslatát. Jöjjenek velünk, nézzünk bele a kondérokba! Az első főzőhelyen a Pannon császári és királyi borlovagrend képviselői szorgoskodtak, hogy majd a vendég borlovagok kínálását is megtehessék. Kajai halászlé készült ebbe az üstbe, abban meg egy csülökpörkölt, vagy hát körömpörkölt valójában, de mind a kettőben megpróbáltuk úgy összehozni a dolgokat, hogy lehetőleg jobb legyen. És mi a jellemző a bajai halászlére? Keverni nem szabad, többféle halból van, és a fokonál a nejem beletette az előbb, de le is paterulták érte hamagyorsan, hogy ebbe nem szabadna beletenni. Az az őszinte igazság, hogy ilyen tételben kénytelen az ember megkeverni néha, mert nem lehet mozgatni az üstöt. És most, ha megfőnek a halak, akkor mi a következő fázis? Mi történik még a halászlével? A tallás. A zsűri már megkapta a mintát belőle. Az összes többit ki fogjuk osztani az emberkéknek. Ezen a helyen egy baráti társaság ügyeskedett a bogrács körül. Nálunk egy zöldséges, vörösboros, marharagú vadászmester módra, medvehagymás zöld fűszeres pirított zsemlegombocca. És honnan az ötlet, miért pont ezt az ételt választotta? Hát ugye meg volt határozva, hogy magyaros milyen jellegű húsokból kell főzni. Gondoltuk, hogy mindenki fog jönni halászlé, körömpörkölt, ilyen is. A marha hús ugye olyan, ugye birkát, hogyha vagy valami olyasmit, ugye szomszédba csinálta a kakasserét, ugye ezek egy kuriózumos jellegű ételek, amit nem mindenki szeret, azért egy marha hús az eléggé közkedvelt, de hogy ne egy egyszerű murka pörkölt legyen, ezért feldobtuk, tehát ebbe azért a szárított, porított vargány, ami szintén bio és házi termék, saját kezűleg szegedett szegfűgomba, minden megtalálható. Tehát ezért próbáltunk egy ilyen ételt választani. És milyen csapatot képviselnek? Miért gondolták, hogy itt lesznek ezen a mai főzőversenyen? Hát mi 4 éve költöztünk Sümegre. Volt vendéglátóipar egységünk, sajnos koronavírus miatt ezt sajnos fel kellett adnunk, de nagyon szeretünk főzni. Van egy barátunk, aki szintén amatőr szakács, és ez egy ilyen családi, baráti csapat, aki összeállt. Tehát nem céget képviselünk, nem vállalkozót képviselünk, hanem gyakorlatilag sümegi lakosok vagyunk, és a Sümeget képviseljük ezzel. És mi a véleményük a programokkal kapcsolatosan? Mennyire van szükség ilyenkor szeptemberben szüreti programra? Van programokra szükség, nem csak szüretire, akár téli programokra, és én szerintem ez nem időjárás függő. Az embereknek szükség van arra, főleg most, hogy ez a koronavírus járvány van, hogy a bezártság mellett egy kicsit ki tudjanak mozdulni megfelelő szervezett keretek mellett. A véletlen hozta, hogy éppen a zsűri asztala körül legyeskedtünk, amikor a hozzáértők a Big Chef csapat által készített ételt kóstolták. Zöldséges vörösboros marharagú vadászmestermódra, zöldfűszeres medvehagymás zsemlegombóccal. Pompás. Amit az már előbb... maga a felolvasás is pompás volt. Igen. Az ízvilág, hát a tálalás az maximális.
az ízvilág, meg szerintem, hát igen, gombóc, finom, kellemes, a hús nagyon jó, tehát nem puha, nem kemény, jól fűszerezett, kiváló. Önnek mi a véleménye? Hát most a harmadik versenycsapatnak az ételét kóstoljuk, és tényleg azt tudom mondani, hogy csodálatos a tálalás, de az előző finomságok, amiket kóstoltunk, ott is látszik, hogy nem kezdő szakácsok hozták az ételeket, például egy halászlevet kóstoltunk, egy csülökpörköltet, és azért tegyük hozzá, ezt nem biztos, hogy mutatta a kamera, hogy alapvetően, ha itt látjuk az ételt, a medvehagymás kis gombócokat is, hogy kint vagyunk szabad területen, és szabad tűzön, bográcsokban, üstházakban főznek. Nagyon-nagyon szép rend van a csoportoknál, és azért, amit itt látunk, ha egy konyha, egy konyhai felszerelési környezet ott van, akkor azt mondom, hogy ezeket nagyon könnyen elő lehet állítani, de kint vagyunk itt a művelési háznak a kertjében, és így tálalni, így hozni oda a zsűrihez, és az ízvilága is nagyon-nagyon finom. Nem csak ennek, az előző kettő csapatnak is, tehát én mondtam a zsűri elnökünknek, hogy nem leszünk egyszerű helyzetbe, mert úgy gondoltuk, hogy jó, hát nem 50 csapat versenyez, igen, csak nagyon-nagyon professzionálisak a szakácsok, tehát itt nem lesz egyszerű eldönteni, hogy mert tőlünk azt várják, hogy ki az első, ki a másik, ki a harmadik. És itt nagyon-nagyon komoly tudás van a háttérben. Például a kis répák hozzáfőzve az alapléhez nem csak azt az édes világot adják, hanem szépen ez az ízvilág, nézzük meg, ilyen finom, picit ilyen lekvárszerű, ez teljesen össze van főzve, nagyon-nagyon jó. Még egyszer mondom, hogy könnyű egy főzőversenyen azt mondani, hogy fák alatt főzünk nyár van, azért az a minőség, ami ide kerül az asztalunkra, az azt jelenti, hogy nagy tudással, nagy szeretettel dolgoznak a versenyzők. Ekkor még nem dőlt el, kik lesznek a győztesek, mi is adósok vagyunk még a harmadik csapat remekeivel. Mi készül a bográcsban? Kakasere taréjjal. És miért pont ezeket az alapanyagokat választottad? Ezt találtam ki. Mind nekem kellett megvenni. És mi a különleges recept, hogyan készül ez az étel? Így. Van egy másik kondér is, ebben mi készült? A kecskepörkölt. Na és ez hogyan? Honnan az alapanyag? Ez szeretek főzni, aztán múltkor jól csináltam, most meg szerintem még jobban. És mit gondol, mit szólnak majd a vendégek ezekhez a különleges alapanyagokból készült ételekhez? Hát mindenkinek más az ízlése, de be lett pácolva, és akkor úgy megfőztem. Kiket várnak ide a bográcsokhoz? Kik fogyasztják az ételeket majd? Hát simán, aki eljön ide, bárki. És miért fontos, hogy itt legyenek önök most a főzőversenyen, és nyilván a programokon is? Mert szeretem ezt csinálni. A zsűri sokáig kóstolgatott, tanakodott, míg megszületett a végeredmény. Íme a 2020. évi szüreti főzőverseny értékelése. Egy mondatban talán úgy foglalnám össze, hogy nagyon kiváló és ízletes ételeket készítettek. Ahogy a csapatoknak az összetételét megismertem, ők már egy komoly múlttal rendelkeznek a bográcsok terén, tehát ők már rengetegszer találkoztak főzőversenyen, illetve Sümegen, környékben többször megfordultak már. Nagyon gratulálok nekik, és hát egy, ami a kicsit a szívemet bántja, hogy kevés volt a résztvevő, tehát ebből lett volna több, hát majd megpróbáljuk ugye jobban összeszedni ezeket a csapatokat, és bízok benne, hogy jövőben majd több létszámmal, egy magasabb létszámmal részt veszek a főzőversenyen. Lássuk az eredményeket. Külön díjat kapott a Kakashere taréjjal. Szívből gratulálok Laci barátomnak és csapatának, és még annyit hozzátennék, hogy ez nem csak azért kapta külön díjat, mert Laci egy különleges ember, meg egy különleges személy, tehát egy nagyon jó ízekkel bír az ő főztje, hanem azért is, mert ez a kakas töke tarajjal, ez nem mindennapi étek. És ebből tényleg azt mondom, hogy szívből gratulálok a csapatnak, és akkor én pedig átadom az oklevelet. Szóval,
Harmadik helyezett lett a Borlovagrend bajai halászléje. Maga a halászlé csodálatos ízvarázssal volt elkészítve, úgyhogy nagyon gratulálok a csapatnak, és a harmadik helyért az oklevelet át szeretném adni a csapat képviselőjének. Tegyük hozzá, hogy azért nem kaptunk a gyufatészta, ahol biztos, hogy itt volt a tészta, mert a szakács még egy helyen főz. Tehát ez azt jelenti, megint erősíteném, hogy nagyon jó szakácsaink voltak. Második helyezést ért el ugyancsak a Borlovagrend csapata, a Csülök pörkölt el. Tehát akkor az első helyzetnek szeretném az oklevelet átadni. A verseny győztese a Big Chef Group csapata lett a vörösboros marharagújával. Mi is gratulálunk, és reméljük, minél többen meg is kóstolták ezeket a nemes ételeket. Csak úgy, mint a vendégművész Szőke András helyszínen főzött lencsés pörköltjét. A programon számos borrend képviseltette magát az ország különböző vidékeiről. A jelenléti ív itt, vagy már megjelent vendégek is több mint 20-an vannak, akik valamelyik rendnek, a Borlovagrendnek a tagjai, de hát jöttek az Alföldről is, tehát nem csak közelből, és folyamatosan most is még jönnek. Érdeklődtünk az idei termésről is. Mi az írseit már leszedtük. Két héttel ezelőtt abból már lassan bor is van. Én egy kicsit el vagyok keseredve, mert úgy nézett ki, hogy rengeteg termés lesz, és ahogy a máshol is jelezték, lény jóval kevesebb, mint eddigi időszakban szokott lenni. Hát most az írseiból próbálunk csinálni egy kimondott szőlőpálinkát is, amit már megbeszéltünk, és a írseinek egy részét az szőlőpálinkának tettük félre. Úgyhogy, de nagyon sokat hozott egyébként az idén a szőlő. Hát most azon gondolkodunk, hogy országosan is mondják, hogy a születek elcsúsznak. Én meg azt hiszem, hogy inkább azt kellene csinálni, hogy megválogatni, az érettet leszedni közülbe, és akkor azt a fönnmaradt részt, akár felét le lehetne szedni olyan rengeteg sokon a szőlőkön, akkor talán ki tudja nevelni a másik felét is még. Hát ez is egy ilyen kísérleti dolog, de majd kiderül, hogy... A lovagok kirándulást tettek a városban, felsétáltak a várba, és a helyi borászatot is meglátogatták. A szüreti programot a hagyományok szerint színesítette a sümegvárosi fúvózenekar is, ismét sikert aratva repertoárukkal. Milyen változások történtek a sümegvárosi fúvójzenekar életében? Hát most szeptembertől hála Istennek el tudtuk kezdeni a próbákat újra, és készülünk az adventi koncertre, most mivel befejeződött a szüreti mulatságnak a koncertje, és bízunk benne, hogy a templomban meg tudjuk tartani az idén is a karácsonyi koncertünket. És van egy nagy személyváltozás is, kérem, hogy mutassa be az új karnagyurat. Bemutatom Zalaegerszegről Zsolt barátomat, ő vállalta a fúvózenekarnak az irányítását, felkészülését, és bízunk benne, hogy sikeresen fogunk együttműködni ezután is. Milyen tervei vannak a fúvózenekar élén karnagyként? Hát először is nagy köszönettel vettem, hogy gondolt rám a sümegi zenekar, ugyanis régi barátaink, többször voltunk már itt a zalaegerszegi fúvózenekarral, aminek én nagyon régi tagja is vagyok, és így nagy öröm volt számomra, hogy megkeresnek karnagyi teendőkkel. Hozzáteszem, nem úgy gondolom, hogy jövőben nem csak én leszek karnagyi zenekar élén, hanem többet magunkkal is vállaljuk ezt. Egyelőre tudtam vállalni a mai fellépést, és a további terveket majd közösen fogjuk szövögetni. Nagyon friss még ez a dolog. Pár hete történt a felkérés, most találkoztam én is a héten először a zenekarról, úgyhogy igazából nekem is, zenekarnak is egy nagy meglepetés volt ez a mai koncert.
úgy gondolom, hogy a zenekar tisztességesen kiállt, kitett magáért, úgyhogy én csak a köszönetemet fejezhetem ki, egy ilyen hirtelen beugrással egy nagyon jó kis koncertet tudtunk adni Sümegváros közönségének. A délután kiemelkedő pontja volt a szőlőharang megáldása. Erre a plébánia templom előtt került sor. Minden ható atyánk, minden jónak adományozója. Te tartasz fel mindent hatalmaddal, és gondoskodsz atyai jóságoddal teremtményeidről. Kérünk, áld meg ezt a szőlőharangot, terményeinket, amit megköszönünk neked ez évben. Kérünk, segíts, hogy úgy használjuk a földi javakat, hogy az örökké valókat is elnyerjük. Krisztus a mi Urunk által. Ezután az ünneplők egy rövid felvonulással csatlakoztak a szüreti mulatozókhoz. Véglászló polgármester pohárköszöntőjében szólt a közönséghez, felidézve a régi időket. Mert bizony volt olyan idő, amikor Sümeg volt a központja ennek a Badacsonytól Somlóig húzódó nagy borvidéknek, és ezt személy szerint Ramazetter Vincének köszönhetjük, aki ugye a sümegiek ezt nyilván nagyon jól tudják, egy sümegi kékfestő mester volt, aki aztán bizony a borászattal is foglalkozott, és talán a magyar haza első igazi borkereskedője, nemzetközi borkereskedője lett. Sümeg büszke lehet erre a korszakra, büszke lehet arra, amikor Ramazetter Vince a sümegi, a badacsonyi és a somlói birtokairól származó borokat adta el Németországban és Angliában, mert Ramazetter is rájött, hogy a bor ára Angliában tízszerese az itthoninak, viszont a minősége az sokkal silányabb. Hát azt hiszem, hogy ez így áll most is. Ezen a területen nagyon sok tennivalónk van, a boraink kiválóak, én nagyon büszkén mondhatom el, úgyis, mint a Pannon császári és királyi borlovagrend tagjaim már két éve, hogy kiváló borok teremnek, Sümegen is, újra egyre kiválóbbak, és hát természetesen Badacsony és Somló, meg egyáltalán a magyar föld kiváló borokat terem. Önöknek és magunknak pedig nagyon jó szórakozást kívánok, érezzük jól magunkat itt Sümegen, a Pannon táj szívében, ebben a szép verőfényes időben, igazi mediterrán hangulatban, és az olasz borokat meghazudtoló jó borok kóstolását is kívánom önöknek. Én erre emelem poharam, egészségünkre, minden jót, hajrá Sümeg!
A délután második felében a népzene és néptánc vette át a stafétát a színpadi programokban. Többféle érdekesség várta a szüretre kilátogatókat, például egy népies fotópontot is kialakítottak. Honnan sikerült begyűjteni ezeket az eszközöket? A kolléganőimmel, a Művelődési Központ dolgozóival együtt hoztuk létre ezt a kis fotópontot. Fehérné Éva, akinek ezeket a nagyon csinos ablakokat köszönhetjük, illetve Ferenci Gabi, aki szintén az otthoni és használatban lévő tárgyét hozta el, illetve jó magam. És mi a célja ennek a fotós helynek, selfie helynek? Hát részben az, hogy a fiataloknak bemutassuk, hogy hogyan éltek az elődeink, illetve hát egy nagyon klassz dologgal összekötöttük, azzal, hogy bárki bejöhet, felvehet itt lévő akár használati tárgyakat használhatja, felveheti a válkendőt és fotózkodhat. Miért fontos önnek ennyire a hagyományok őrzése? Hát én mindig azt mondom, hogy nekem mindent szeretek, ami népi, mert mindig azt gondolom, hogy annak a népnek nincs jövője, amelyik nem őrzi a múltját, és gyűjtöm egyébként a családomban is ezeket a tárgyakat, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezeknek a tárgyaknak azért van egy érzelmi töblete, egy érzelmi értéke, például a terítő, ami az asztalon van, az a nagymamámé volt, illetve a mérleg is hozzánk kapcsolódik, például az édesanyám nagynénjé volt. Helyi termékkóstolóra is sor került az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület jóvoltából. Ki lehetett próbálni a gyapjúfonást, és bemutatót tartottak a Nemeshanyi Hagyományőrző Csipkebarátok csoport tagjai, míg a Famulus Vidékfejlesztési Egyesülettel vászontáskákat lehetett dekorálni. A szüreti programon szó esett természetesen a jófajta borokról is. Sümegi borok tényleg kezdik visszanyerni a régi fényüket és hírnevüket, és ez egy viszonylag régi törekvés volt. Tehát én ezt már sokszor, sok mindennel kapcsolatban elmondtam, hogy Sümegen egy csomó olyan dolog volt, hogy beszéltek róla évekig, akár évtizedekig, de nem igazán történt semmi. És úgy érzem, hogy ilyen téren hozott áttörést ez az utóbbi 4-5-6 év, hogy nem csak beszéltünk róla, hanem nekiláttunk és megcsináltuk, vagy legalábbis elkezdtük. Na most a borral is valamennyire
éve ez a helyzet. Persze nem akarom én ezt kisajátítani az önkormányzatnak egyáltalán. Itt az önkormányzatnak tényleg csak egy olyan szerepe van és lehet is, hogy biztatja a borászokat, és hát minden, ami tőle telhető, azért megtesz, tehát például sok rendezvény van ezzel kapcsolatban, és nem csak a szüreti rendezvényekre gondolok, hanem más fesztiválokra is, ahova mindig bevittük a bort, meg aláírtuk ugye a Badacsony és a Somlóval a szerződést erről a Badacsony Sümeg Somló borútról. Én úgy érzem, hogy ez is egy nagyon jó lépés volt taktikailag, és minden esetre a sümegi bor ázsiója elkezdett emelkedni, de még egyszer mondom, hogy ez elsősorban 80-90%-ban persze, hogy a borászainknak köszönhető, mert azért azok a családi pincészetek, amelyek már adott esetben 10 éve, több mint 10 éve is dolgoznak, meg vannak újak, itt elsősorban ugye az Egli Márkra, Rigler Feri bácsira, aki borlovagrendünk nagymestere, vagy éppen a Tóth pincészetre gondolok. Egyre újabb pincészetek vannak, akik tényleg hangsúlyt fektetnek a minőségi munkára, és hát őnekik köszönhetően elsősorban a sümegi bor tényleg kezdi visszanyerni a 120-150 évvel ezelőtti rangját. És így együttműködve más borászatokkal, más borvidékekkel, azt hiszem, hogy ez a vidék, Sümeg a maga fantasztikusan jó földtani viszonyaival és talajával, meg hát a hagyományosan egy országos hungarikumnak számító Badacsonnyal, illetve Somlóheggyel. Én úgy gondolom, hogy Sümeg és Sümegnek ez a 30 kilométeres körzetben található borai, ez az ország legjobb borai között kell, hogy számon tartsák. Ön Badacsonyból érkezett, a Badacsonyi bor régióból. Önnek mi a véleménye az együttműködéssel kapcsolatban? Hogyan segíthetik egymást a különböző borászatok képviselői? Nagyon fontos az ilyen együttgondolkodás. A régiót visszük ezzel, legyen az Badacsony régió, legyen Balatonfelvidéki régió, mindenhol kitűnő borok vannak, ezzel csak a régiót emeljük. Még nemzetközi szintre is, versenyekre is elvisszük a borainkat. Nagy gyakorisággal az élmezőnybe végzünk a borainkkal. Kitűnő termőhelyen egy kis segítséggel, amelyet a pincébe találunk, csodákat tudunk készíteni a szőlőnkből. Milyen hagyománya van annak, hogy a borrend képviselteti magát a sümegi rendezvényeken? A Vulcanum Vinum borlovagrend nagyon komoly hagyományokkal rendelkezik. Mai nap is Jack Tibor alapító tagunkkal képviseltük Vulcanum Vinum borlovagrendet. A borlovagrendünk tagjai nagy része szürettel van elfoglalva, hát most ez az idő, de törekszünk rá, hogy részt vegyünk, és hozzuk az összefogás szellemét, az együttgondolkodást. Polgármester úr is tagja a sümegi borlovagrendnek, miért tartja fontosnak ezt az egyesülést? Hát engem megkerestek, persze úgy is, mint tulajdonképpen szőlőhegy tulajdonost, de hát én nekem nincs borászatom, meg tényleg csak ilyen hobbi szinten művelem ezt, de én is úgy érzem egyébként, és pontosan ezek a családi gyökerek. Ugye Sümegen tényleg nagyon sok embernek volt és van is még, viszonylag soknak szőlője, szőlőbirtok a kisebb, nagyobb. És az én édesapám, ő bányász volt, tehát úgy igazából a földműveléshez legfeljebb annyi köze volt, amit hát gyerekkorában, hát hogy úgy fogalmazok, kénytelen volt elviselni, ugye? De mégis ő is, mint bányász, és egyébként nagyon sok sümegi bányász és egyéb szakmákban dolgozó, fontosnak tartotta, hogy legyen egy kis szőlőbirtoka. Ugye teljesen hasonlóan ahhoz, amit nem is tudom, talán kiírt egy magyar prózaíró, hogyha öreg lesz, idős lesz, akkor majd milyen jó lesz ülni a hegyen,
a présháza előtt és a saját borait kortyolgatni. És talán a vidéki emberek, főleg, hogyha olyan helyen laknak, mint mi itt Sümegen, meg a környéken, akkor tényleg fontosnak tartja azt, hogy legyen egy hely, ahol nem csak pihenni tud, hanem hát bizony dolgozni is kell, viszont megvan az a jutalma, hogy a saját borait kínálhatja a kedves vendégeinek, meg ő maga is azokat kóstolhatja. Tehát egy ilyen kötődésem természetesen van a borhoz, de hát a fő motívum az az volt, hogyha megtiszteltek, hogy megkértek, hogy lépjek be, akkor én természetesen beléptem, és hát igyekszem is mindenben segíteni a borlóagrend működését egyik oldalon, a másik oldalon pedig valóban büszke vagyok arra, hogy ennek a borlóagrendnek a tagja lehetek, és itt azért szeretnék megemlékezni egy számomra nagyon kedves emberről, aki már egy jó ideje nincs közöttünk, Holzer Györgyről, aki az első nagymestere volt a Pannon császári és királyi borlovagrendnek. Egyébként ugye ez a borlovagrend, ez a Vinum Vulcanumból szakadt ki, tehát az alapító tagok először a Vinum Vulcanumba léptek be, Holzer Gyurihoz hasonlóan. És tényleg én, bár a Gyuri hát jóval idősebb nálam, vagy volt nálam 15 évvel körülbelül, de tényleg mondhatom, hogy egy baráti viszonyban volt velem is, meg egyébként az egész családdal, édesapámmal is, és azt hiszem, hogy az olyan emberekre lenne most is szükség, mint ő volt, aki az egyik oldalon egy komoly üzletember volt, de a másik oldalon, a másik énje az egy ilyen igazi, hát, hogy mondjam, gentry típusú mulatós ember volt, aki szerette a jó bort, meg egyáltalán ugye a kulináris örömöket, és azt hiszem, hogy ezek az emberek az igazi reklám arcai ezeknek a borlovagrendeknek, meg egyáltalán ennek az életérzésnek is, amit a bor és a bornak a kultúrált élvezete adhat. Én szerintem erre kéne minél több embert megtanítani, ennek a tiszteletére és a művelésére. Ön hogy látja a borrendeknek általánosságban, mi az elsőleges feladatuk, és mennyire igaz ez önöknél Badacsonyban? A borrendeknek nagyon jó hírét kell vinni a régiónknak. Alapvető következménye, ha már vállaltunk egy ilyen feladatot, hogy vigyük a régiónkat, kötelességünk is ezt megtenni. Kitűnő boraink vannak. A félvilágot elvertük a borainkkal. Higgyék el, nemzetközi versenyen is számottevő eredményeket érnek el boraink, és a borlovagrendek ennek az értékét még feljebb emelik. Milyen az idei szőlőtermés, milyenek lesznek a következő évi borok? Hát csodákat várunk minden évben. Az idejében is nagy esélyünk van arra, hogy a csodák kitűnően megérett szőlőnket annak rendje módja szerint a pincébe kerülve a legjobb bort elkészítsük belőle. Milyen fajtákat szüreteltek már le? Hol tartanak most a szüretben? Mi a Sauvignon Blanc és a Nektár szüreteltük már le. Ez a kettő, ami a pincénkben van. Hamarosan következik a kék frankos, a Pinot Noir. A többi még egy kicsit várat magára. Melyik bor az ön kedvence? Lehet a kedvenc ennyiféle közé? Mindegyik a saját gyerekem. Én minden bort kedvelek. Én nagyon kedvelem, de fehérből én az olasz Rieslinget nagyon kedvelem, a vörösből pedig a Cabernet Sauvignon. Az, aminek egyre nagyobb helye van az emelkedő hőmérséklet miatt a palettánkon. Polgármester úr, ez a mai rendezvény hogyan járul hozzá a borkultúrához, a szüreti hagyományok éltetéséhez? Ez a 2020-as év, ez tényleg egy kicsit olyan, hát nem mondanám különlegesnek, de minden esetre az utóbbi évek sorozatában azért kilóg a sorból, sajnos. Tehát a koronavírus járvány az tényleg közbeszólt, hiszen mi úgy terveztük, és akkor még csak ennyire sem lehetett volna nyelvbotlásnak nevezni ugye a Fodor Józsi badacsonyi szüretét, mert akkor tényleg itt lett volna a kisfaludi Szegedi Róza badacsonyi szerelmi története, és egyben szüret is. Hát ez most elmaradt. Én remélem, hogy 2020
21-ben majd valóban újra visszatérhet a Himfi Fesztivál. Ennek a mostani rendezvénynek, hát úgy is fogalmazhatnék, hogy a túlélés a célja. Tehát semmiképpen nem akartuk folytatni azt, ami sajnos megtörtént a Gesztenye Fesztiválunkkal, meg a Jakab napokkal, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor nem lesz. Hát sajnos, mondhatom azt, hogy sajnos, de azért elég messze vagyunk az 500 főtől, meg hát eleve egy kültéri rendezvény, tehát azt hiszem, hogy senkinek nem lehet kifogása így járványügyileg sem. De kellett ez a kis rendezvény, hogy bizonyítsuk, hogy azért itt vagyunk, fenntartjuk ezt a hagyományt, a sümegi emberek is, hogyha úgy gondolják, akkor jöjjenek, érezzék jó magukat, borozgassanak együtt, és azért sokan itt is vannak. Én remélem, hogy ahogy közeledik az este, egyre többen leszünk azért. Úgyhogy mondom, fogalmazhatok úgy is, hogy a túlélés most ennek az értelme és a tétje. Aztán jövőre, hogyha le tudjuk győzni végre ezt a járványt, akkor én remélem, hogy már májustól meg lesznek tartva a nagy rendezvényeink, és a Szüreti Fesztiválunk is egy igazi nagy fesztivál lesz újra. Sok szót ejtettünk a borról, öntől is azt kérdezem, polgármester úr, melyik a kedvenc bora? Hát én ezzel úgy vagyok, hogy én nekem is egyébként a fehér borok közül az olasz Riesling a kedvencem. A vörös boroknál igazából nincs is kedvencem, az tényleg mindig attól függ, hogy milyen étel mellé iszom. Nyilván, hogyha kisfaludi étteremben valami vadat eszek, akkor igazából az igazi testes vörösbort választom, de most például a poharamban egy könnyű tavaszias borocska volt, ami ugye átmenetet képez a fehér és a vörös között. Ezek is nagyon jók, tehát én mondom az olasz Riesling, igen, én úgy gondolom, hogy egy jó olasz Rieslingnél nincs jobb, és igazából ez a vidék, a Balaton északi partja és sümeg is ennek a hazája igazából. Honnan érkeztek a sümegi rendezvényre, és mi a véleményük sümeggel kapcsolatban, körülnéztek a városban? Mi most Szeldömölkön érkeztünk, a Sák egy tövéből. Én ugyan a Kátia Balatoni Borrend tagja vagyok, de ugye nekünk indít közelebb van megérkezni, de sümegre most már harmadszor vagyunk itt, nagyon szeretem a dolgot. Most egy kicsit nehéz a kérdés, ugye a vírus miatt, nem olyan bővek a rendezvények, meg nem vagyunk annyian, de így is nagyon szép, nagyon jó. A programot szépen megszervezték. Meg volt a reggeli délelőtti kis kirándulás, fel voltunk a várba. Én még így a vár az utóbbi időben nem láttam, mert nekem nagyon tetszett, sok érdekes részt tapasztaltam benne, sokat megmutatott az irányvezető, amiket én még nem láttam, láttam a felújításokat, láttam az eredményeket, egy szóval nagyon szép volt. Kissé meredek volt az ösvény, ami fel kellett menni gyalog, de kivírtuk, túléltük, bár kicsit hűvösebb lett volna, jobb lett volna. Sümegi emlék a Kelet-Vadél Borrend részére. Mi is marad így a végére? Amint látják, ki lehetett próbálni mindent. Jófajta szőlők, finom borok, tánc és egy kis kikapcsolódás a hétköznapi malomkerékből. Ez is a sümegi szüret titka. A város példaértékűen őrzi a hagyományokat, vendégeket vár és marasztal. Színvonalas programokkal, kiváló szervezéssel, együttműködésekkel, barátsággal. Jövőre is érdemes lesz sümegen szüretelni. A